én 38 éves vagyok, szerintem a 38 nem az új 28, hanem a 38 38, és én szeretem, hogy én egy 30-as nő vagyok. Figyelj, te őrült jó 38-as Te is őrült jó van, <gül> <gül> Megvan! Most elmentünk nyaralni, és azzal volt tele a pulpár, mire hazértünk, hogy terhes vagyok, és ez ennek erővaló találgatásról. Volt rajtam egy ruha, ami nem teljesen szűk. És most kellene a jó riportán. Igen, de ebből is tudom, látszik, de hogy én, nem is nem akartam, hogy és igaz? A három igazság mai vendége Szabó Erika, üdvözlünk szeretettel. Tomi mondja a szabályokat. Három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképp szeretnénk átbeszélni veled, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk. Így van, minden boríték megválaszolására 7 percet fogunk neked adni, amit itt a Tomi mérni fog, és hát az adást megelőzően te is írtál egy igazságot nekünk. Melyik legyen? Tehát válaszok először egy színt, a pirosat Igen. szeretném. A pirossal válaszol. kezdjük. Ó, hát akkor velem fogod most ezúttal kezdeni. Az én kérdésem pedig így szól. Mi az igazság? Mit alapozott meg az életedben a barátok közt? Hát a barátok köztetem nagyon sok mindent, sok, sok jót adott, és, és nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nem feltétlen egy, egy szerencsés dolog, hogy én ebben a sorozatban játszottam, de alapvetően szerintem több jót, mint rosszat. Uh, 17 éves voltam, amikor bekerültem a sorozatba, tehát még lényegileg ilyen gyereklány korban, és, és én nem mondhatom azt, hogy bármi, ami, amit én az életemben eddig a pontig így elterveztem volna, annak ez a sorozat az útjába állt volna. Tehát a sorozat után felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, elsőre felvettek, elvégeztem, és egy színházban dolgozom. Tehát az, amit amit szoktak mondani mondjuk egy napi sorozatról, vagy akkor, amikor a barátok közt tényleg ilyen őrült népszerű volt. Hát akkor hogy... nagyon dibörgött. Így van, így van, hogy volt. a fiatalokat egy picit azért a művészi pályán úgy nézték, hogy uh, mit keres ez itt. Azt én hála Istennek nem tapasztaltam. Ma már azért, hogyha egy sorozatban játszik egy tizenéves fiatal, és utána ö, színészként szeretne dolgozni, ez szerintem sokkal nagyobb a nyitottság, de akkor még azért akkor ez nem. Igen, igen, igen. Hogyha visszamegyünk, akkor ez pontosan mikor is volt. tehát ez a... Hú, én nem tudok ilyen évszámokat az életemben. Ja jó, akkor nem is akarom, hogy ezeket Szerint elmond. Lényegében tehát tényleg ez a barátok közt ö, ö, legnagyobb korszakának volt igen, igen, abból igen, igen. néhány év, és egyébként már annak is nagyon régen ö, Hát hogy ennek véget ért tizen... számodra. Hát már majdnem húsz éve egyébként. Igen, igen, igen és igen. én ezen gondolkodtam, és erről beszélgettünk, hogy vajon mi akadhatott be az embereknek a te tildádból, ugye, akit alakítottál, a karaktert így hívták, annyira, hogy még ennyi év után is ö, Erről beszélgetünk, és nem azért, mert mi mindenáron barátok köztözni akartunk volna, hanem mert hozzá tartozik a te életutathoz. És ez nem biztos, hogy csak az én karakteremnek szól, vagy az én zsenimnek a karakterek kapcsolatban, mert én azt látom, hogy azért az összes kollégámnál, tehát hogy a Farkasházi Rékánál ugyanúgy a kertész Mónika előjön. És mondjuk Erdély Timi, aki előttem játszott ezt a szerepet, és mi egyébként nagyon jó barátnők vagyunk. Volt egy pár hónappal ezelőtt egy este, amikor ő elment egy castingra, és a castingon azt mondták, hogy hát nem, mert azért te túlságosan tilda vagy, és mondtam, hogy hát több mint húsz éve játszottam, tehát hogy mondjanak bármit, hogy alacsony, kövér, sovány, akármit, csak ezt ne. És, és hát van ilyen. Tehát, hogy találkozunk ezzel, hogy, hogy, hogy oké okay lennél a szerepre, de az emberek számára te túlságosan azt jelented. És én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy vannak feladatok, amiket nekem dolgom megcsinálni, és amikkel dolgom találkozni, meg vannak, amikkel nincs dolgom. És utólag azért ki szokott derülni, hogy, hogy ezzel valószínűleg nekem nem volt dolgom, vagy nem nekem volt dolgom, és, és valahogy az élet ezt így kibalanszálja. Hogyha van egy ilyen, hogy valamit tudom, és, és kimondva azért nem kapok meg, mert én ebben a sorozatban ja, ja. játszottam, aztán lehet, hogy valamit meg pont azért, mert azt mondják, hogy ó, ez egy érték, hogy én őt valahonnan ismerem, vagy kíváncsi vagyok rá, hogy ebben a szerepben milyen. Ugye a kérdés úgy szólt, hogy mit alapozott meg az életedben, és egy kicsit ez arra is vonatkozott szándékom szerint, hogy szakmailag egyébként, bár ugye utána végezted el a színművészeti egyetemet, de szakmailag valami fajta alapot jelentett az a néhány év, amit a sorozatban töltöttél? Hát nézd, azt, hogyha nekem azt mondják, hogy forog tessék, akkor én megnyugszom, az mindenképpen ennek köszönhető. Tehát a színművészetén, amikor jelenetet kellett mutatni, nekem az volt a... A furcsa helyzet, hogy közönség előtt, vagy hát élő közönség előtt játszani. És én amikor bementem egy jelentre, mindig azt mondtam magamnak előtte, hogy forog tessék. És akkor így azt éreztem, hogy normál szintre megy a vérnyomásom. És a színpadon, még az egyetem elvégzése után is voltak évek, amikor pokolian tudtam izgulni. És azt éreztem, hogy most mindenki azon gondolkodik, hogy mit keres itt ez a lány, vagy mit akar ez itt, De mai napig azonosítanak? Még mindig tildával? Tehát még mindig tildáznak? Mm, van aki, igen, de mondjuk most már engem ez nem zavar. Tehát, vagy hogy most, zavar? Most már, hát így, amiről beszélek, tehát hogy most már nincs ilyen érzésem, hogyha kimegyek egy színpadra, akkor bármi más eszembe jusson azon kívül, mm. hogy, hogy ki az a karakter, amit én játszom. Gyerekek, hadd had mentsem már föl ez alól a nézőket mert ha nem egyszer, hanem mondjuk fél évtizeden keresztül, szinte minden hétköznap este, nem szinte, minden hétköznap este, tildaként jelenik meg valaki, hát akkor valamit mutatunk neki, hogy és ő ezt elhiszi, akkor jó tilda voltál, ha a mai napig ez fölkerül. Számomra aki egyszer James Bondot játszott, az már szerepet nem tud eljátszani, hát, mert ő jó. James Bond. Hát és, de és akkor ez alól föl téged menteni? Tehát nem mondd már, hogy mondjuk a, a Pierce brosnan mondjuk utána, hogyha láttad egy másik filmben, akkor nem tudtad neki elhinni, hogy ő egy másik karaktert játszik. Mm. Nyugtass meg, hogy azért el tudtad. A minni, mert akkor én még nem megyek nyugdíjba. Hát, e... ha túl sokáig súlykolt idézőjelben a mennyiség okán az az állapot, az az átlényegült állapot, akkor szerintem azzal beazonosításra kerül. A néző, én néző vagyok. És ezek a szerepek, ezek, ezek rajta ragadnak az emberen, ha túl sokáig csinálja. És ez, ez nem negatív vagy pozitív, hanem szerintem ez tényszerű. Ez, ezzel egyébként olyan szinten én is egyet tudok érteni, hogy szerintem azt a dolgot, hogy én nekem, én ebben a sorozatban játszottam, ez egy fontos része volt az életemnek. Ez, ez, ez egy olyan dolog, amivel, amivel én együtt élek színészként. Ennek van számos pozitív, meg számos negatív oldala. De azért azt, hogy, hogy én úgy csináljak, mint hogyha, ó, hát ez nincs is, vagy hogy a, hogy a kedves nézők nekem egy ilyen teljesen tisztalapként lapként ez, ez, nyilván nem működik. De annak viszont nagyon örülök, hogy hogy színházban azért egyre több olyan szerep talál meg, ahogy én is öregszem, ami kicsit, kicsit karcosabb, picit más hangú, picit másból van fogalmazva, és így egy, -egy este azért érzem azt, hogy, hogyha mondjuk valaki hazamegy például a Killer Joe előadásunkról, akkor onnan egy másfajta Szabó visz haza, vagy, vagy, nem is érdekli, hogy ki a Szabó Erika, hanem egy történetet visz haza. Egy színésznek ez a vágya, hogy a kvázi karakter kitörjön, mert most mondod, hogy karcosabb szerepek is megtalálnak, hogy egy úgymond karakter ki tudjon lépni éppen azért, mert jó színész. Hát igen, de nekem például ezzel kapcsolatban, amit mondasz, az jut eszembe, hogy amikor az Al Pacino-nak az önéletrajzát olvastam, aki szerintem a világ egyik vitathatatlanul legfantasztikusabb színész, az Al Pacino arról beszél, hogy, hogy hát nem veszi észre a világ, hogy ő egy kiváló komikus. És ő egy stand up igazából. És ő, ő, ettől rendkívül frusztrált és boldogtalan, miért a világ ezt nem látja. És szerintem én bármelyik színész odadna a fél karját olyan szerepekért és olyan életútért, szakmai életútért, ami az Álpács van, de ő saját maga szerint egy stand up -os. Szóval hogy az embernek van valami, amit ő gondol magára, hogy mit kéne neki eljátszania, meg, meg, meg van valami, ami dob az évet. Na, Na a tovább, Melyik boríték következzen? A citromsárga. A citromsárga, a a oh, szuper. A borítékhoz öltöztél. Igen. Mi az igazság? Üzlet vagy színpad? Én úgy szeretek színésznő lenni, hogy hogy lehessek más is, vagy hogy egy picit, picit mást is tudjak csinálni. Nekem fontos az én civil életem, fontos az, hogy nekünk van egy vállalkozásunk. Azért mondom, fontos akkor az, ezt hogy... tegyük is tisztában, mit, mit is jelent ez a kérdés? Van egy, van egy családi vállalkozásunk, ami tehát verseket teszünk, jelenítünk meg különböző általunk gyártott ruhadarabokon. És én nekem a színművészeti előtt, és még a barátok közt alatt, én közgazdaságtant tanultam az általános vállalkozási főiskolán. És tulajdonképpen a, hát gyakorlatilag a, az a záróvizsgám hiányzik, de végül is, tehát nem diplomáztam le, mert amikor fölvettek a színművészetire, és az első hónapot elkezdtem, akkor utána felhívtam a tanulmányosztályt, hogy ez így párhuzamosan biztosan nem fog menni de végül is azért ott én eltöltöttem jó pár évet mikrokonómiával, meg logisztikát, meg marketinget, meg mi egymást, meg deriválást tanulva. Mm. És, és, azt gondoltam, hogy engem ez végtelenül nem érdekel, és a tanulmányosztályról is a néni azt mondta, hogy hála Isten! <gül> 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 nem sajnál. <laughs> <Meg szomadultunk tildától. gül> nem, azt mondta, hogy, hogy végre rájött, hogy magának ez semmi köze. Én akkor roppant büszke voltam, és aztán utólag rájöttem, hogy azért mégsem múltak el ezek az évek nyomtalanul, meg egyébként nem tanultam rosszul, tehát nem az volt, hogy már alig tudtak így átruposni, csak hát látszott, hogy nyilván én egy ilyen testi te, Igen, más. De közben, amit elhoztam ebből, a, ebből az iskolából, hogy, hogy eltelt 5-6 év, és rendkívül elkezdett érdekelni a, az, hogy hogy működik a világ. Nem csak a biznisz, hanem, hanem, hanem hogy, hogy, hogy a világ hogy épül fel, és hogy oké, okay, hogy mi, mi játszunk, de azért emögött mögött van egy, tehát valaki ezt eladja, valaki ezt léte. Tehát akár a produceri munka, vagy, vagy az, ami mondjuk, hogy nem menjek ilyen távol ettől, hogy üzlet. Mert ez mindig ilyen csúnyán hangzik, pedig szerintem aki az üzletet nagyon jól csinálja, az abszolút művész. Tehát a Steve Jobs az szerintem művész. Szóval, hogy, hogy én úgy szeretem, hogy mindkettő. Meg valószínűleg, hogyha csak színész lennék, vagy, vagy kizárólag ez, de nekem kell a, a színészetemhez az, hogy legyen honnan táplálkozni. Tehát, hogy legyenek dolgok, amik, amik az élethez kötődnek. Az nem, nincs benne, hogy kell egy másik láb is? Mert a színészet adott helyzetben bizonytalan ö, kenyér is lehet? <haz> Nyilván, de nekem az a tapasztalatom az életemben, hogy amikor az ember ilyen nagyon lábakat akar magának kialakítani, akkor van olyan, hogy kirúgják az összeset alólat. Tehát, hogy ezekre a helyzetekre szerintem olyan nagyon olyan nagyon tutistán az életben nem lehet felkészülni, mert mondjuk megéltük azt, hogy jön egy Covid, és állsz négy lábon, és akkor hirtelen egy se lesz belőle. Tehát... És akkor például az üzleti dolgaidat tudtad kamatoztatni, amikor például beütött a Covid, és bezártak a színház. Abszolút. Én, én imádtam, hogy ez van, és ezzel lehet foglalkozni. Tehát ott, ott egyébként egy szerencse volt. Mert ugye ez egy webshop. Így van. Tulajdonképpen, így van. Ugyan... De annyi energiát tudsz egyébként ebbe beletenni, amennyit nem szégyelsz, vagy amennyit rá akarsz fordítani, és, és máshogy van az embernek sikerélménye, mint a színházban. Szóval Mondta... a színház egyébként az is egy nehéz dolog, hogy mondjuk egy zenésznél ez egy ilyen objektíven mérhető dolog, vagy sokkal objektívebben mérhető, hogy ő egy jó zenész. De a színházban mi a mértékegysége annak, hogy mi... Hogy én jó színész vagyok, hogy megtapsolnak. Egyébként nagyjából szerintem a közönség nagyon udvarias, és mindig Mindenkit megtapsol. megtapsol, ez igaz egyébként. Tehát, igen. hogy a kollégáid szemében látod, vagy hol? Tehát, hogy igazából hol olyan, olyan visszajelzést mi nagyon ritkán kapunk, ami ami az, hogy te most ezt jól csinálod. Akkor te kinek hiszed el, hogy jó színész vagy? Hát én azt nem tudom, hogy jó színész vagyok, azt tudom, hogy színész vagyok. Tehát régen ebben se voltam biztos, de azt most kimerem jelenteni, hogy színész arra vagyok. Is és hogy van. Így van, és hogy nyilván törekszem arra, hogy, hogy annyi munkát tegyek egy-egy estébe, amennyit, amennyit az megkíván, és hogy beletegyem a, a, munkámat. Aztán, hogy majd ebből mi jön ki, hogy, hogy én jó színész vagyok, vagy de nem, bárjad, azt nem de lehet az én úgy estéről estére a színpadra hogy igazából nem tudod eldönteni, hogy jó színész vagy, -e, hanem csak annyit tudsz, hogy színész vagy. Szerintem az ember ezen nem, nem vekenk sokat, nem. hogy jó színész vagyok-e. Nem, ez csinálás. Te hát De gondolom, meg, te, meg tehát el, hogy ti se gondok, nem, gondolok, nem hogy, hogy én most jól csinálom, amit csinálok. Nem, csinálom, és, és akkor én a munkában hiszek. Ó, csináljuk, és aztán a végén halára izguljuk magunkat, hogy milyen a fogadtatása. És teljesen igazad van egyébként, abban ezt még itt senki nem fogalmazta meg, de de ez, ez tetszik, hogy a közönség a szeretetteljes és szimpatikus, ezért aztán tapsol mert nem akarja, hogy kellemetlenül érezd magad. Tehát ez nem mér, obi, tehát nem objektív mérőszám. Viszont az üzletben, ha nyereséget termelsz, Így akkor van, jó az, voltál, az ha veszteséget, érde. akkor lúzer vagy. Így van. És Nyeres... még ez se feltétlen rajtad múlik, csak egyszerűen ott van egy ilyen, hogy ha, ezt most megcsináltam, ez Aha. itt van. Jól megy a biznisz. Szerintem jó, hát mindig mehetne jobban, persze, meg meg. Ezt a testvéreddel csinálod? És a sógornőmmel, tehát hogy Aha. így hárman. És, és a sógornőm egyébként nálunk az oroszlán része a munkának, mert az ős is operatív feladat, ami nyilván Ajaj. minden üzletnek a az alap fundamentuma, az azért ráhárul. És akkor te mit teszel hozzá? Én álmodozom, Aha. hát a legjobb. Nem, jó. Nem, nyilván Vegyetek nagyon... nagyon. nagyon, sokat, tehát hogy, hogy, hogy azért mi hetente végigbeszéljük azt, hogy, hogy hogy néz ki a folyamat, van üzleti tervünk negyed évre, meg évre lebontva, ezeket megbeszéljük, megcsináljuk, leírjuk, de alapvetően én azért az irodalmi részét teszem hozzá. Tehát mondjuk van nekünk egy közösségi oldalunk, és én ott minden nap reggel, amikor fölkelek, akkor kiposztolok egy verset. Hát és ez meg, is hogy... meló, bocs, tehát igen, tehát a ezt az ami az online műző. marketing igen, tulajdonképpen. Igen. Én el is végeztem egy ilyen tanfolyamot, mert egy erényten nem tudtam, hogy hogy kell ezt csinálni, nem kiposztolni, hanem nyilván hirdetéseket kezelni meg, ami, ami ez. És, és hát ezt végtelen ideig lehet tanulni egyébként. Tehát, hogy, hogy az a jó, hogy én régen ugye ezt a, Hagyományos marketinget tanultam, és ahhoz képest az online az egy o, másik nyelv. Másik tehát Igen, semmi közöm igen. nem volt hozzá. És Az üzlet, hogyha már arról beszélgetünk, és az üzlet szóról, te is mondtad, hogy, hogy sokaknak ez rosszul hangzik, de hát elengedhetetlen, hogy megkérdezem, hogy egyébként a pénzhez milyen a viszonyod. Tehát az, hogy az üzlet sikeres, és hárman csináljátok, akkor három felé megy a nyereség, úgy hívják ezt, igen, és akkor mondjuk megjön év végén, vagy következő év adó bevallása után májusban, vagy júniusban, akkor, akkor, annak te örülsz, vagy akkor elkezdesz költeni, vagy hogyan állsz a pénzhez? Én nem vagyok egy ilyen nagy pénzköltő egyébként, de örülök, de úgy örülök, hogy akkor, akkor ez az, amit mi, mi, elértünk, és én nem, azért sem tudnék egyedül vállalkozni szerintem, mert nekem az okoz örömet, hogy mi ezt hárman csináljuk. És hogy ez a hármunk ügye. És, és nyilván az ember azért így veszít lendületet, és, és akkor van ott mellette kettő másik, ami, a, a, aki úgy tovább húzza. Ez közösségi Igen. élmény. Aha. Tehát, hogy engem úgy a pénz, hogy most én nem tudom, megnyerjem a lottót, vagy jól húztam meg a félkarút, úgy nem érdekel. Úgy érdekel a pénz, hogy ezzel mit lehet csinálni, vagy hogy mit lehet vele létrehozni, vagy együtt mit tudunk vele kezdeni. Egyébként ez is úgy lett, hogy hogy amikor, amikor a, a mi édesapánk meghalt, akkor örököltünk egy olyan összeget, ami így, így olyan volt, hogy ez a, ez a se túl kicsi, se túl nagy, és hogy mi csináljunk, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor tegyük fel az üzlet nevű ruletkerékre, és hogyha elveszítjük, akkor ennyi, ha meg nem, akkor együtt csináltunk valamit, mint család, és ez tök jó. A, a testvérednek mi a képzettsége? Ő agrár, agrármérnök. Tehát, hogy ő, ő az irodalomtól egy picit. De, nem, de ez nagyon jó egyébként. Ez kiegészíti. Igen, igen, ő egy, ő egy teljesen más beállítottságú ember, mint én. A család kapcsán egyébként már korábban is az előző kérdésnél akartam kérdezni, amikor mondtad, hogy 17 évesen kerültél a barátok közbe. Hogy azért egy 17 éves lányt hogy enged a család? egy ilyen tévésorozatba szerepelni. Hogy sikerült őket erről meggyőzni, hogy ezt neked engedjék? Hát úgy, hogy nem el, hanem hanem otthon laktam, és én a sárga busztal jártam be másfél évig forgatni a Késmárk utcában, tehát hogy, hogy igazából nem kellett engem nagyon engedni. Én ezt egyébként az apukámtól megkérdeztem pár évre rá, hogy ő, hogy ő miért, miért engedte, vagy hogy nem tehát, -e? és ő így rám nézett, és azt mondta, hogy hogy jó, akkor most képzeld el, hogy te szülő vagy, és mivel teszel jót? Abba, hogy bízol a nevelésedben, és azt mondod a gyereketnek, hogy hát járd azt az utat, amir amiben te hiszel, és ha kell, akkor égesd meg magad, vagy letiltalak erről, és egy életre haragudni fogsz rám, hogy mi lehetett volna, ha, vagy mi a, mi a jó szülői tud és teljesen igaza volt. Tehát, hogy én a szüleimtől ö, a legklasszabb dolog, amit, amit kaptam, és hogyha egyszer gyerekem lesz, akkor én szeretném ezt legalább ilyen szinten neki átadni, az, hogy, hogy nagyon szabadnak érezhettem magam az életem döntéseiben. Mindig. Arcú csapott, amikor elment a pukán? Hát nyilván nagyon. Tehát, hogy azért ez nem egy várható dolog volt, bár én szerintem az is szörnyű. Tehát, hogy nem gondolom, hogy az egy jó helyzet de nyilván nálunk ez egy váratlan, tehát egy autó baleset volt gyakorlatilag, erre nem lehetett semmilyen módon felkészülni, és ez olyan volt, hogy akkor most egyik lábat a másik után tenni, és, és így csinálni az életet előre felé. De hát mindannyiunknak, tehát így az egész családnak. És aminek én rendkívül örülök, hogy, hogy az én családom nagyon jól jól reagált erre, ha lehet ezt mondani. Tehát nem szétfelé mentünk, hanem nagyon, nagyon össze. És ez, ez egy nagy ajándék, szerintem. Hát igen, mert valószínűleg az volt mennetek, hogy ő is ezt akarna. Hát nyilván, nyilván. Neked hát egy ilyen jó csávó volt, szóval, hogy egy ilyen jó, jó klassz ember, akivel így jókat lehetett bulizni, meg beszélgetni, meg köztünk azért majd, hogy nem inkább haveri viszony volt néha, mint apa lánya, szóval nem egy ilyen, tehát az én apukám nem egy ilyen patriarhális családfő volt egy pillanatra se. Jövök én. Az oldal. Mi az igazság? Bulvár vagy visszavonultság? Hú, na, jó kérdés. Hú. Hát egy része az életemnek az, az, visszavonult a bulvártól, a másik része meg, meg hát ebben élünk, tehát hogy, 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 az pedig nem. Tehát, hogy én, én így ketté választottam az életemet, és van az életemnek egy magánéletem része, ami a szerelmi életem elsősorban, amire azt mondtam, hogy, hogy ez, ez innentől kezdve magánélet 20 egy-két-három évesen. Ennek nyilván oka volt, mert amiről beszéltünk a barátok, igen, a barátok közt a maga közt. dübörgő idejében, ott azért húsz évesen minden nagyon érdekes volt. Hát ő szeretett kapcsolatban. a ki, igen, ki, igen, ki, igen, kivel éltem, És hát egy húsz éves lánynak azért előfordul, hogy az, akivel találkozik, nem lesz a gyerekei apja. És szerintem ez nem olyan elvetendő dolog. Veled is előfordult. Igen, de hát, hogy van ilyen. Úgyhogy velem is előfordult ez, és aztán, aztán azt éreztem, hogy én ezt, de se a kapcsolataimnak, se nekem mentálisan nem tesz az jót, hogyha elkezdjük, elkezdik olyan embereket szétdarabolni, meg kivesézni, akik se engem nem ismernek valójában, se azt, akivel én megpróbálok valamilyen párkapcsolatot kialakítani, és, és a párkapcsolatnak meg aztán végképp nem tesz jót. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor innentől kezdve az én pár kapcsolataim, azok megmaradnak a, az én magánügyemnek. És ez egy, egy ideig nagyon fura volt, és így mindig rákérdeztek, hogy Hó, kivel voltál nyaralni. És most már így nem. Egy, egy ideje ezt így megszokta a bulvár, hogy én erről úgyse beszélek, meg hogy van ilyen ember és akkor aztán így nem kérdeznek És rá. ehhez a, egyébként könnyű volt tartani magad? Azok után, a kereskedelmi tévében eltöltött évek után, ahol ez kvázi egyfajta elvárás is volt, hogy viszont ezekről megbeszélj? Jaj, nagyon könnyű. Ez volt a lehető legkönnyebb nekem. Igen, nagyon. És én ezt, ezt így, így érzem jelenleg is egészségesnek az életemben. Tehát, hogy van egy férjem, ez nem titok, tök jó kapcsolatban vagyunk, nagyon szép és okos, tehát nem arról van szó, hogy nagyon csúnya is, ezért nem mutatom meg, hogy. Vagy, vagy, vagy nagyon öreg, vagy nem tudom, én nincs keze vagy lába. Tehát, hogy egy teljesen egészséges korombeli férfiról van szó, de, de egyszerűen mi ezt így, így gondoljuk jónak az életünkbe, hogy van az életünknek olyan része, rengeteg csodás fénykép a telefonunkban magunkról, ami nem kerül fel a közösségi oldalakra. És akkor ez egy. Ez egy közös, harmonikus döntés a ti életetekben. Hát én már előtte is így döntöttem. Te, tehát ez te, nem. tőle függetlenül igen, megjött Igen, igen. Te tehát én. ez nem a, nem az történt, hogy az én én férjem, aki civil, azt kérte, hogy ő nem szeretne szerepelni. Egyébként tök jó fej, tehát hogyha én ezt kérném, hogy szerepeljen, akkor szerepel. Mm. Tehát nincs ezzel neki semmi problémája. Csak a te tapasztalatod. Igen, én azt éreztem, hogy egyszerűen az én párkapcsolataimat le kell választani attól, hogy én színésznő vagyok, meg hogy én mit csinálok. És én otthon nem is vagyok színésznő. Tehát én otthon egy ilyen kis házi asszony vagyok. Főzök, tegnap rakott krumplit, takarítok, jó, sétáltatom főze? a kutyát. Szerintem egyébként igen. De, jó. Az, otthon nem vagyok színésznő, de miért vannak olyan színésznők, akik otthon színésznők? És akkor Most ez jó, egyébként szerintem ők otthon hogyan színésznők? Mert ezt akartad így elképzelni se tudom, hát hogy aki otthon, otthon is színésznő, is. Na egyébként szerintem nincsenek, ez ebbe tök igazad van. Ja, nem berét, akartam, csak Nem, teljesen igazad van, mert hogy nem viszi haza a munkát. De, va de, van olyan egyébként, aki, ilyen, aki, aki, úgy tud létezni, hogy belép egy szobába, és már is tudod, hogy színésznő. Rólam azért így nem. Hát azért, amikor... De. Igen? Nekem nem ez a benyomásom nem azt, róla, színésznő, a színésznő nem, 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 csak úgy értem, hogy amikor mondjuk... De, na, hülye, bocsánat, hát mondtad is. Hát kamera forog... És onnantól kezdve viszont másképp ragyogsz és sugárzol. És akkor lehet, hogy ezzel kevertem össze, mert hogy most mi beszélgetünk van, előtt. van, például a piacon egy néni, akitől én mindig tőle szoktam savanyúságot venni. Néni, hát nem is néni, hát egy hölgy, aki savanyúságot árul. És a múltkor így rám nézett, és azt mondta, hogy, hogy hát, láttalak az vagy vagy hogy teljesen máshogy néztél. <laughs> Igen, <laughs> <Ha, na, még gül> nem a piacra jöttem, de, de, nagyon jó volt. Én mondtam, hogy köszönöm, és akkor még egy fél kilót a savanyú dinnyéből de egyébként Jó, olyan érdekes a kérdés, hogy megfogalmaztad, hogy bulvár vagy visszavonultság, hogy attól, hogy egyébként az Erika úgy döntött, hogy a, a szerelmi életét, a házasságát nem tárja a nyilvánosság elő elé, már rögtön úgy érezzük, hogy akkor ő visszavonult a bulvártól? Hát nem, én ezt úgy, úgy, úgy élem meg, hogy a visszavonultság, tehát a, a munkáján kívüli reflektorfényből vonult vissza. Mert ugye az a munkán kívüli reflektorfény, ami ami az olvasókat, nézőket foglalkoztatja a privát embert illetően. Viszont az, amiről ti beszéltetek, a nagyon jó színészről, arról az életben nem tudom eldönteni. Hogy most színész, vagy most éppen magánember, vagy micsoda, mert az annyira jó. Én láttam ilyet is, olyat is. Tehát láttam olyan nagyon jó színészt, aki aki egy, egy szürke kisegér volt a színházi büfében, és felment, és ragyogott. És olyat is láttam, aki, hogyha belépett a, a büfébe, akkor, akkor egy... Tehát, ha még Bence voltam, akkor is tudtad, hogy itt van, mert, mert hogy olyan akusztikája volt Igen. meg, hogy így... Így létezett, hogy hogy ez ilyen nagyon-nagyon ilyen egyén. Meg, meg szerintem sokféle alkatú színész van. Tehát, hogy van a Jack Nicholson, aki egy briliáns színész, de nyilván nagyon másfajta alkat, mint egy John Malkovich. Tehát, hogy a kettőt úgy nehéz, azt, és ezért, amiről az elején beszéltünk, tudod, hogy olyan nehéz ezt a mi pályánkon megmondani, hogy most akkor ezt a két két színészt egymás mellé teszed, hogy akkor ki a jó színész, tök más technikával játszanak. Hát meg azért ez művészet. És ha ezt valaki művészi szinten csinálja, ott jön meg a lényeg. És ennek nincsenek szabályai. Mert ugye ha az a szabály, hogy ezen paraméterek alapján, akkor ha ezeket teljesítette, maga Erika kedves, jó színész. Na hát ilyen nincs. Valószínűleg azon múlik egyébként, amit a Brook is mond, hogy belép egy ember egy üres színpad, és valamiért kell nézned. És a színművészetén Átjön, vagy, én vagy nem egyébként... jön át, én ezt tévé szempontból Igen. szoktam mondani. A tévében ugyanúgy látszik. Amit... van, látsz irdatlan szabályos embert, minden tökéletes, felkészült, minden a helyén van. És ne, egyszerűen szegény nem tehet róla, nem jön át. Aztán látsz egy tökéletesen szabálytalan, rendetlen arcú, e, ilyen-olyan-olyan -olyan karaktert, e, nem is annyira okos, nem is annyira szép, nem is annyira ügyes, viszont elfelejteni nem tudod. Igen, és olyan például, aki tévén képernyőn csodálatosan működik, és színpadon egyáltalán nem. Tehát, hogy ez egy, ez egy annyira ilyen. Tehát ez a tehetség, ezt keresik, valószínűleg ti is ezt keresitek a ti, ti szakmátokban mi is ezt keresünk, és ez az, amire az ember így nem tudja azt mondani magáról, mert hát nem, valójában én azt, azzal nyilván tisztában kellene, hogy mit jelentek nektek, mondjuk, ha néztek egy színpadon, de, de hogy én mennyit sugárzok ki magamból, hát ezt így nem, nekem kell megítélnem szerintem. Igen, Vagy rossz, a... ha már ezen gondolkodom. Á, ez igen, az, igen, nem igen, igen, igen. Az igen, az igen. Az Meres a, a van, akire befizetik, a belépőjegy és van, aki befizeti. Ez nem ugyanaz a szerep. De egyébként te is egy kicsit introvertált ember, vagy a saját szakmádon belül. Én introvertált én. vagyok. Ó, én téged nagyon értelek, félretés csak. Bocsánat, ezt nem árulok, csak mert... Mert... tudom, hogy ez nem az én feladatom tőled kérdezni, nem felelőd. De, fel tifat, de ezt ezt nyugodtan, nem nyugodtan de, de igen, igen. Tehát a, az a bizonyos határ, amit te meghúztál, azt én pontosan értem. Uh, és egyébként pedig téged nézzenek azért, mert színésznő vagy. Igen, ezzel én is egyébként De azért nem el a bulvár annyira téged? Szeretnek róla írni. Igen, most, most éppen arról, ja, most elmentünk nyaralni, és azzal volt el a bulvár, mire hazajöttünk, hogy terhes vagyok, és ez ennek erről való találgatásról. Úgyhogy kicsit de, de ez az mi alapján? Volt rajtam egy ruha, ami nem teljesen szűk. <laughs> ez uh -huh. alapján. Tehát, hogy igazából ez ilyen furcsa. És az. most kellene? a jó riportán. Igen, nem, de ebből is tudom, látszik, hogy én, nem és is nem jó akartam, riportán, hogy és igaz? És ti ja, nehogy válaszolj! Leírtam leírtam amúgy, hogy a választ, <laughs> <laughs> utána megírták, hogy jaj, mégsem. <laughs> de de itt ne, én lezárul, direkt nem, nem akarta megkérdezni, pedig igen, ez kellett igen, volna. de nem, elvileg, nem, de... nem mert húzott nem. egy határ. Igen. És akkor ezt tiszteletben tartjuk, pont. Egyébként szerintem ezt a kérdést a korombeli nőknél érdemes is elkerülni és tiszteletben tartani, addig, amíg nem nagyon látványos. Igen, ez egy, ez egy tanács. Miért ebbe belecsúsztál már? Hát nem. Azt mondja, hogy jön a te igazságod. Jó, remélem jól értelmeztem, hogy mit, mit Igen. hogyan kell írni. Igen, Jó, jól értelmezted. Szuper. A te igazságod az, hogy szeretek felnőtt venni. Igen. Uh, ezt fejtsem ki, hogy... Igen, 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 mert, mert akkor, 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 van egy pont a fejedben, ami akkortól kezdve felnőtt vagy. Egyébként igen, ez egy folyamat nálam, de én, én ezt azért írtam most le igazságnak, és azért tartom fontosnak, mert szerintem egy olyan világban élünk, ahol ez a, fiatalságkultúz, sose növünk fel, mi örök gyerekek maradunk, ez egy ilyen trendi dolog, és én ezt nagyon sokszor hallom, hogy, hogy milyen klassz dolog soha nem felnőni. És, és én, én ezzel szemben azt gondolom, hogy szerintem tök jó dolog felnőni, nagyon jó dolog felelősséget vállalni, nagyon jó dolog az embernek kiállni saját magáért, és hogyha én felnőtt vagyok, akkor bármikor le tudok menni egy szőnyegre is, tudok játszani az unokahúgommal, és 20 perc gyerek tudok lenni, de ő nem tud följönni a szőnyekről és felnőtt lenni, mert nem dolga, mert ő téves. És, és szerintem az tök fontos dolog a világban, vagy szerintem az egy fontos üzenet, hogy, hogy szerintem merjünk felnőni, hogy felnőttnek lenni szerintem cool. Felnőttek lenni nagyon cool. E és rengeteg, rengeteg nagyon sok igazság van ebben a gondolatban, amit te leírtál, e és én tovább megyek. Na, most egy kicsit arrébb tolom a vonalat, mert a Tomi tudja, mert egy privát beszélgetésnél jött, ugye én elmúltam 61 éves. És valahogy szó szót követve e kijött a számon, nem tudatosan, azóta tudatosan használom. Én szeretek 60 pluszos lenni. És aztán rájöttem, ahogy így ezt, ahogy kijött a számon, kívül ez, ez cool. Tehát, hogy nem gyógyszertárba járok, hanem azzal foglalkozom, hogy hogy fogok edzeni holnap, hogy, eh, hogy aktívan élek, aktívan tartom magam, és megvan az összes tapasztalat, amit hat évtized alatt valami érintett de az agyamat. De végül is, hogyha tanulsz, akkor azért e felé a cél felé mész, vagy, vagy, vagy építgeted magad. Igen. Tehát, hogy, hogy, én 38 éves vagyok, szerintem a 38 nem az új 28, hanem a 38 38, és én szeretem, hogy én egy 30-as nő vagyok. És majd leszek 40-es nő, és ezzel én, tehát, hogy nekem sose volt ezzel problémám, hogy kimondhatjuk, hogy a művésznő hány éves? Hát, na, na, De, de, de várjál, várjál. Várjá. Uh... És ez pont ezen múlik. Figyelj, te őrült jó, 38-as vagy. Te is őrült jó, 61-es mm. <laughs> <laughs> Megvan! Megvan! De tényleg, érted? Mert nem akarsz 28 lenni, nem akarsz 40, de ha ma szereposztanék, és azt mondanám, hogy játszd el a 28-at, és itt jön a legnagyobb igazságod, simán eljátszanád a 28-at. Játszom is 28 <laughs> Ugye? 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 Igen. Tehát őrült cool felnőttnek lenni, hisz a, a 38-as az el tudja játszani a 28-ast, de ha azt mondanám, hogy játszd el a 48-at, azt is el tudnád. Igen, de szerintem azt meg nekem vannak olyan 40-es színésznő ismerőseim, amit meg azt meg nekik kell eljátszani. Igen, mert, igen. Mert ahhoz, igen, meg, az ahhoz meg ők tudnak uh -huh. hozzáférni. Igen, mert az már itt van bent. Uh -huh. Igen, igen. Jó, nagy igazságot mondtál. Nagyon örülök, hogy vendégül láthattunk. Én köszönöm, hogy itt köszönöm. voltam. Köszönöm, köszönöm. köszönöm. a beszélgetést. Köszönöm én is. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.